Győzettesok, kérdéseket fogok feltenni a uraságoknak, akik hány évesek vagy ott. A mai videóban újra negyedikesek és ötödikesek leszünk most mi így hárman. Kamilával egy szinten leszünk, de még nem is volt egyetemista. Pedig jó dolog. Kamila kérdéseket fog feltenni negyedikes és ötödikes szintű tananyagból, és ha nem tudunk rá válaszolni, pörgetünk egyet, az nem szerencsekerék most. Bal szerencsétlenkerék. És Kamila fogja kiválasztani mindig, hogy az adott kérdések kiválaszolja. Én átnézegettem amúgy a ötödikes környezetismeret könyvet. Történelemben mennyire van jó, Marci? Erősen bekezdtél. Kezdődhet. Készültem valamit az érettségére. Egy teniszütő és egy teniszlabda összesen 110 forintba kerül. A teniszütő 100 forinttal drágább, mint a labda. A teniszütő mennyivel drágább? Mennyiben kerül a labda? Hát na, megvan. Az első kérdés az Zotikát a szeretném. És még nem jutott el teljesen hozzám, meg a fogaskerekek mozognak. Az a lényeg, hogy az ütő és a labda együttesen 110 forintba kerül. Tehát együttesen, az a labda a kérdés? 100. Nem, na de hogy? Ezt mondt, oké, okay. Megválaszoltak, tök mindegy, Zolika. Nem hagytuk időt. Már megvolt a válasz, azt mondta, hogy 100, amúgy meg 10 forint a labda. Nem jó, az se jó. Az hogy lenne jó? Az nem jó. Tényleg nem jó. Bele mondjanak. Nem tudom, én sem válasz. Én is tudom. Tényleg, nem tudjátok. 105. Az ütő és 5 a labda. És megvan a vára! 5 gép, 5 alkatrészt gyárt le 5 perc alatt. Milyen sok idő alatt gyártanak le 5 alkatrészt? Hány perc alatt gyárt le 100 gép, 100 alkatrészt? Negyedikesektől miért kérdeznek ilyeneket? Tőlem? Hát Manitól szeretném hallani. Tőlem szeretnéd? 100 perc alatt? Én nem hiszem. Akkor 120. 120? Sételen. Belik én, mikor volt az a negyedik, mi? 44 éve? Én is 100-at mondtam volna. Válasz 5. Meg tényleg! Úristen! Ez a úristen! Egyenes arányosság! Kamila, pörögessél legyet nekem akkor! Semmi! Hozzá felé címjön a néve. Warhead Storm. Amúgy nekem szerintem jó van. Folyik a gyárat. Nagykor ez. Ilyen férfias. Az Anika nézze már csak viccelt a vereken már. Szerintem savanyú lenne nekem. Savanyú lenne. Egy tóban vízi liliomok vannak. Olyan gyorsan nőnek, hogy minden nap megduplázzák a területüket. A tó teljes felületét 48 nap alatt növik be. Hány éves Imike? Kb. Megvan, kiszámítottam. Te szeretnéd hallani? Most Benétől. A harmadik kérdés rászántam. 47 nap alatt. Matematikus basszus. Tényleg, mert duplájára nő mindig. Én azt hittem, hogy 24 nap alatt. Zolika, neked miért? Engem nem mondom. 4,5! Melyik esetben emelkedik meg a vízszint? Ha egy 10 köbcenti térfogatú vasgolyót, vagy ha egy 10 köbcenti térfogatú műanyag golyót eltűnő a fürdőben? Mi volt a kérdés? Kit szeretnéd hallani? Várjál, még belegondolkodik, szeretnének így. Mert Balázsra szeretném hallani, mivel ennyire... Vasgolyó. Megnézzük, hogy helyes a válasz. Nem. Akkor mit kettő esetben? Ugyanannyi. Igen, ugyanannyi. Nekem is lezett. Mindegy, de én azon gondolkoztam, hogyha egy műanyagot beledobsz, akkor... Minden Balázs csinált. Folyagest akkor meg. A savanyú meg. Ha! Csípős! De nem csípős! Na jó! Csípős szerintem is. Hallod, hogyha hozzáér a csípős, akkor szemébe fogom önteni. Ez mi? Akkor mondom, hogy a csípő serkenti az agy működését. Tudnám ezt mondani magyar szavakkal, nekem légy szíves, hogy én is értsem. Jobban működik a nagy fejed tőle, bal. Milyen van a postásnak? Levele. Profi, szöntöm itt a számba. Te sem semmi remél. Most, jó. Most. Egy. Ah! Mondjál már egy zsebb! Ki Zeus és Héra gyermeke? Pelikém, kérlek szépen a választ. Apollón. Ott a pont. Ott van! 3, 2, 1, meg! Ugyába talán! Nem vettem volna! Kire hány fokosak a szabályos háromszög belső szögei? Ez egyik át a szemben. 60 fokosak. Ki
ki szereti a pálocai fiúkat, jelentkezzen. Édesanyám megírt róla a olvasónaplót. Hány kapuja volt a Gruntnak? Mivel ebben nem vagyok biztos, hogy Zolikát szeretném ezt még egyszer. Három. Kettő. Hát tesó, nem mert amúgy, hát mi van, nem? De még ez is hideg volt. Na jó, van, jöhet a kövét. A budapesti Gellért hegy földrajzi besorolása szempontjából minek számít? Tőlem fogod megkérdezni. Opció? Középen kell, KH. Valaki más? Én Dombot írtam. Nagyon jó! Gellért hegy vágod. Jó. Hogy csak így kicsibe. Zolika, melyik szavak hiányoznak a János Vitéz idézett részletéből? Az egészet újra létsz. A szőke kislánynak karcsú termetére. Szőke kislánynak karcsú termetére. Karcsú tetvedéke. És ez nem is rímel amúgy. Hát de rími az nem. A karcsú termetére karcsú tetvedéke. Vagy? Nem ott van a sor végén. De jó, ott. Költség? Nem sírtam. Nem, Móri Zsigmond. Jó, nyomjátok akkor. Hagyom már barát. Fújjad, Kamilla! Ha nem gond, megy. Na, fújjad! De jól nézel ki. Hegy 3 méter hosszú mérlekhinta. Egyik végén egy 30 kg súlyú gyerek, másik végén pedig egy 60 kg súlyú. Akkor hol kellene alátámasztani a hintát, hogy egyensúlyban legyenek? Nem akarsz kínaiul kérdezni valamit amúgy? Ezt végig a videó alatt így tartom a kezemben. Ez kiúri bele egy csír, végén csak beszarsz. Határozott lesz. Felnőttől 50 centire. Helytelen. 1 méterre. Igen. Okay. Szóval nem mondom, hogy fölgess csak meg neki azt a kis szart. Ez majdnem megittad a felét, hát én nem fogom át, én nem állok készen. Nagyon rossz. Mehetek a kérdés, Mare? Új, de szavar. Bocs. Melyik a nem csonthéjas termés része? Mag, gyümölcshús, ivarlevél. Szóval ikka nagyon rosszul megy látom. Én mindig ráz a hideg, szemtelenül rossz. Én pedig tőszerelem. Jó, gyümölcshús. És ez rohadtú helytelen. Ma ez a... A few moments later. Ez az oldal a betelefonra. Összegyomtam, hogy kijön a hab. Melyik arabszámnak felel meg a következő római szám? XLIX. Nem tudom megfogni. Kamilla, kitől szeretnéd hallani? Szerintem Zolikától szeretném hallani. 49. És helyes lett. Jó. Jó voltál. Tészta piros lesz utána, te állat. Ja. Mely szakaszból áll az emberi gerinc? De nem tudok élni. Mit írt a 12? A 10-nél nagyobb nincs. Hát akkor nem 12. 32-t írtam. 8. Nincs olyan. 3. Nincs olyan. 9. Nincs olyan. Aki legtávolabb volt tőle, az kapja be a izét. Az kapja a büntetést. Én 4-et mondok. Én 5-öt. És én választom ki, hogy kinek legyen pörgesbe. Ugye Zolikának pörgesbe. Jó, pörgesbe. Liszt. Ennél most így. Tedd betűrendbe a következő szavakat. Ír, iroda, író. Tessék, iroda, író, ír. Helytelen, ír, író, iroda. Liszt. Sajnálom meg. Ha egy süteménybe 5 deciliter tej és 0,2 liter olaj kell, hány milliliter folyadék kerül bele összesen? Újra. Kérdezz a Benétől már, hogy a végén már csak mindegy, nem áll. 100! Szerintem 700. 700 van ő itt? Megnézzük. És helyesett a válasz! Amúgy vicceltem. Szóval felgetünk. Nekem egyre jobban ilyen tészta szagom van, azt érzem. Nagyon gyorsan forogja. Zolika, kettőt előre, vagy kettőt hátra? Te dönthetsz. Előre kettőt előre. Hát akkor
marad ez egyikám. Nem, már nem mondom, sorsul, semmi baj. Halljátok, én közben rokedlit csinálok. Ez most mi? Oh, nem így akartam! Oh. Azt mondják, ez egészséges a bőrnek. Tényleg? Nem. Ne, honnan tudjam, b***teket? Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ebbe a videóba. Találkozunk egy nem hasonló videóban legközelebb. Nézze már rá, és jött egy tojás! Eltakarjam a kamerát!